Köszöntöm a kedves nézőt, engedjék meg, hogy bemutatkozzam. Sámson József Boltizsár vagyok, esztergomi lakos. A kezemben tartom hídlap 2009. augusztus 15-i számát, amelynek 13. oldalán az önkormányzat nevében három olyan hirdetést tesz közzé Meggyes Tamás, és ezen belül kettőt dr. Marosi György jegyző ellenjegyzésével, amely mindegyikéből hiányzik az önkormányzati rendeletre való hivatkozás, ami igazolná azt, hogy ez a hirdetmény formailag, alakilag és tartalmilag is legális. Ennyit a dolog jogi részéről. A tartalmi részét szeretném a harmadik hirdetményben kiemelni. Ugyanis, amit itt a hátam mögött látnak, erről a területről van szó, amely közvetlenül a Dobgókői út mellett fekszik. Ezt a területet Meggyes Tamás polgármester külön felhatalmazás nélkül sajátjaként kívánja, a látszat szerint sajátjaként kívánja értékesíteni 360 millió 530 ezer forintos értékben. Tehát el kívánja adni ezt az értékes önkormányzati területet az önkormányzatra való hivatkozással, jogi alátámasztottság nélkül Meggyes Tamás polgármester. Nem tudom, hogy ilyenkor mit figyel, mit hall meg az ügyészség, a rendőrség. De nekem ehhez már semmi köze. Meggyes úr. Tudja, hogy mit nyilatkozott egy évvel ezelőtt, még garázs, parkolóhely, vásárlás és eladás ügybe? És hogy hogyan hülyézte le az önkormányzati tagokat, a képviselőket? És a nagy nyilvánosság előtt a választó polgárokat? Ön akkor azt mondta, hogy aki a bérbe vételt nem akarja kiváltani vásárlással, az hülye. Most itt, ezen a helyszínen, ennek a teleknek az értékesítésével kapcsolatban nem jogos azt mondani, hogy aki ezt az értékes területet, önkormányzati tulajdonban lévő területet, a bérbeadás helyett értékesíteni az nem hülye. Válasz az, de igen, az hülye.